Kopott felemás parketta, ilyen állapotban van most a Bogyiszlói Művelődési Ház padlója. A település a Magyar Falu programban pályázott az épület felújítására, és nyertek is. A falu polgármestere azt mondja, nagy szükségük volt arra, hogy a pénzből felújíthassák a művelődési házat, amiben így nem csak a padlót tudják lecserélni, hanem új klímákat is beszerezhetnek. A műfáznak vannak olyan fejlesztési, illetve felújítási problémája, amelyek hát most már nem tűrnek halasztást, például a padló burkolatcsere, és a tetőtérben működik a Csillagvár tanoda és a zeneiskola, pedig olyan hőmérsékleti viszonyok vannak a nyári fél évben, hogy muszáj klímaberendezést telepíteni. Az itteni önkormányzat valamivel kevesebb pénzt kapott, mint amennyire pályáztak, de a polgármester szerint ennyiből is meg tudják oldani az elképzeléseiket. Egyébként a mi elképzelésünk a pályázati anyag összeállításán, ez egy majdnem 20 millió, 19,8 millió forintos összekeretre pályáztunk. Örömmel értesültünk, hogy 4,7 millió forintot elnyert ez a pályázat. A Magyar Falu Program pályázataira május 15-ig volt lehetőség jelentkezni. 461 település nyert el a közösségi terek fejlesztésére szóló 6 milliárd forintot. Tolna megyében 13 település nyert pénzösszeget a pályázataik megvalósításához.